Ropogtak a fegyverek a Dombovári Lövész Egyesület által szervezett versenyen. Közel 60-an mérették meg magukat a sportágban. Az Egyesület 2019. decemberében alakult meg, jelenleg 25 tagja van. Közülük 16-an versenyszerűen űzik a komoly figyelmet és koncentrációt igénylő sportágat. Az Egyesület megalakulásának a célja az volt, hogy a Dombováron olyan fiatalok és idősebb korosztály részére is biztosítunk olyan sportolási lehetőséget, ami a lövészetet jelenti jelen pillanatban, hogy a fiatalság megszereti ezt a sportot, ami olimpiai sportág is. Az Egyesület ezen kívül az alapszabályában is meghatározta, hogy olyan fiatalokat, akik az apácai cserejáros szakközépiskola hangtanulói, akik egyben a rendvédelmi képzését is ebben a helyiségben biztosítjuk, tehát én végzem, valamint a Herceg Eszterházi szakközépiskola diákjaiból is egy lövés szakkör működik. A versenyzőket ismerősök, családtagok is elkísérték a lőtérre. A jó hangulat és a szurkolás mellett a közönség a különböző fegyvereket is testközelből megtekinthette. A következő fegyver egy 0-22-es, szintén sportfegyver, félautomata, cságyártmány. Ezt a gyorspont lövészetre használjuk. Ugyanez egy 9 mm-es, egy Marlin, egy amerikai fegyver, ezt hétköznapi néven Spasser fegyvernek is mondták, egy öntöltő, 10-es tárral működik, és félautomata. Következő fegyvere szintén egy orosz gyártmány, egy Dragunov, ez 762x51-es a mérete a lőszernek, ezt lőtéren használják mindenképpen, illetve valamikor a háborúban még használták, különféle engedélyeket kell megszerezni, elég hosszú időben is tart, pénzbe is, nem kevés költség, pszichológiai vizsgálat, sportorvosi vizsgálat, tagdíj, meg le kell lőni egyébben háromszorra minősítést, ahhoz, hogy valaki tartson fegyvert saját célra. Ezek gyári fegyverektől eltérő fegyverek, ezek a saját kezemre vannak hangolva. Speciális fegyverekről beszélek, ennek a dinamikus sportlövészetnek egy válfajába tartoznak, ez az IPSC. Ez egy dinamikus taktikai lövészet része, ahol pályán találatokra és időre megy a verseny, és ehhez vannak ezek a fegyverek megkomponálva, összehangolva saját kezünkhöz. Ez egy sörétes puska, ami szekrénytáras, ami egy speciális fegyver. Ez egy 12-es sörétes. Ez egy 9 mm-es pisztolykaliberű úgynevezett PCC. Ez egy épített fegyver. Ebből tudomásom szerint kettő van az országból, ez az egyik. Ez titánium és karbonból épül fel, ebből kifolyólag 2,5 kg összesen ez a fegyver. Speciális irányzékokkal van ellátva, ugye könnyebb és gyorsabb célzás érdekében. Az Egyesületnek komoly tervei vannak. Az elsődleges cél a sportág megismertetése és megszerettetése, valamint az utánpótlás nevelése. Helyben is szeretnének országos versenyeket rendezni. Olyan lőteret szeretnénk közösen itt megvalósítani, hogy országos szintű versenyek lebonyolítására is sor kerülhetne. Ennek a feltételeit, ha elkészül ez a lőtér, akkor biztosítani tudja a városi vezetés és az Egyesület is, és hát bízom benne, hogy az a lakosságnak az a része, aki idegenkedik a sportlövészettől, ha eljön ide helybe, itt megtapasztalhatja, hogyha valami be van tartva, szabályok szerint történik a versenyzés, akkor ez nem egy balesetveszélyes sportág, hanem a fiatalokat egy összpontosításra, egy koncentráló képességre, egy fizikai állóképességre is növelés. Azt látom, hogy van érdeklődés ezen a területen. A lövészet a város nagyságához képest igen népszerű Dombováron. Ennek az az oka elsősorban, mint minden sportnál, hogy van néhány olyan elhivatott ember, aki ezt kiemelten kezeli, úgy is mondhatnám, hogy szívügyének tekinti, és akkor hangozzék el Tapaszti Gyulának a neve, aki ezt évtizedek óta csinálja, és nagyon szép a munkájának az eredménye, ez ma is látszódott, és külön kedves az én szívemnek, hogy gyerekeket is bevon ebbe, és toboroz, és lelkesen jönnek, és sportként csinálják ezt a nagyon szép tevékenységet. A férfi kategória első helyezettje Musisz László egyesületi tag lett. Az éles lövészet előtt volt egy 3 próbalövés leadásra lehetőség, utána 10 lövést kellett leadni
az éles céltáblára, és ezek a pontszám alapján lett eldöntve az első három helyezett eredménye. Mert a Bogyó József mes köztem egy elég szoros harc alakult ki, mert pont egyenlőség volt, 87-87 pontot lőttünk mind a ketten, és utána a szabálykönyv szerint az az értékelés, hogy kinek van több teli találata. Nekem volt 3, neki volt 2, de akkor úgy döntöttünk, hogy akkor lövünk még egyet. Lőttünk még egyet, megint pont egy előség volt, és teli találatokban is ugyanannyink volt, lőttünk még egyet, és akkor úgy az alapján dőlt el, és akkor az alapján lettem én az első.